Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Manapság minden kamu, gondoljatok bele, a képeket AI generálja, a melleket orvosok, a politikát bulvárhősök csinálják, a bulvárhősök meg próbálnak politizálni. Épp ezért az ember nagyon-nagyon boldog, amikor találkozik valamivel, ami eredeti, ami nem akarja magát másnak mutatni, hanem az, aminek eredetileg szánták, és mindig is az volt, és vélhetően mindig is az is lesz. Mint például ez a Bronco, ami nem csak egy terepjáró, de segíthet megúszni például egy kettős gyilkosságot is. Tényleg, a Ford akkora troll volt, hogyha nem jött volna a Covid, akkor ezt az autót O.J. Simpson születésnapján mutatták volna be, hiszen akkor a média értéket csinált neki. Viszont, hogyha egy kicsit belemászunk ebbe az O.J. Simpson ügybe, akkor azért nehéz őszintén nevetni. Amikor elkezdtük forgatni ezt a videót, O.J. Simpson még életben volt, és véletlenül sem szeretnénk valakinek a halála árán kattintásokat szerezni, de tényleg akkor jelentették be a halálhírét, amikor visszaadtuk a Ford Bronco tesztautót. Viszont az üldözés és a per maga az bőven túlmutat szerintem az amerikai bulvár keretein, inkább már része az ő történelmüknek, és hát valamilyen szinten az igazságszolgáltatásuk kudarca. Emiatt azt gondoltam, hogy mivel itt most nem egy éppen elhunyt celebritásról, hanem tényleg egy az amerikai történelem szerves részét képező ügyről van szó, ezért foglalkozunk vele. 1994. június 17-én kora este egy fehér Ford Bronco békésen poroszkált a Santa Anai autópályán. A sofőr és a tulajdonos, az egykori amerikai futballista Al Cowlings, a hátsó ülésen pedig jó barátja, Orantel James Simpson ült. Szinte amúgy idilli lett volna a kép, hogyha a Broncót nem üldözi 20 rendőrautó, és hogyha a hátsó ülésen utazó O.J. nem fenyegetőzik azzal, hogy a kezében lévő pisztollyal fejbe lövi önmagát. Az üldözés a legkevésbé sem hasonlított arra, amit megszoktatok a hollywoodi filmekbe. 2 óránát tartott, 97 kilométert tettek meg, és a Bronco átlagsebessége az ilyen nagyjából 50-55 kilométer per óra között alakult. Tehát tényleg nézzétek meg, lassabban halad, mint a szembe oldalon a forgalom. A tévé közvetítésekben viszont 95 millió ember nézte végig az üldözést. 6-5 pár perccel kezdődött, és este 8-kor ért véget O.J. Brentwoodi otthonánál. Sokat elmond róla, hogy a 95 millió néző miatt tényleg ennyire népszerű volt ez a műsor, még az NBA döntőt is félbeszakították. A Domino Pizza franchise főnöke később elmondta, hogy a cég kiszállítási rekordot döntött aznap, mert egész egyszerűen mindenki a tévé előtt ült, és mindenki azt nézte, hogy mi fog történni. Azzal, hogy az autók egyre inkább egyformák, uniformizálódnak, azzal minden gyártó ráment egy kicsit arra, hogy többet akar mutatni, vissza akar nyúlni a gyökereihez. Menő a múlt, és meg akarják mutatni, hogy honnan jöttek, hiszen a technika, mivel nagyrészt azonos, ezzel tudják magukat egy kicsit elkülöníteni. És ezért felkerülnek az autókra ilyen vicces kis gegek. Nézzétek például, itt van az U13-as, az U14-es és az U15-ös generációja a Ford Bronco-nak, ugye a klasszikus amerikai terepjárónak, és hogy 1966 óta létezik ez az autó. Na de hogy miért létezik? Még jóval a Range Rover, meg úgy általában a hobbi terepjárók előtt vagyunk. Ugye Amerikában akár a Jeepnek, akár az International Harvesternek voltak terepjárói. Viszont ezek rendes terepjárók voltak, ezek ilyen igazi, kemény, lócennülős, pattogós, kellemetlen vackok voltak. Más kérdés, hogy terepen tényleg zseniálisan elmentek. De hogy a vevők nem igazán szerették a sprőtségüket, mert az emberek már akkor is, hát jóléti társadalom, mindenhova visz út, mindenhova úton mentek, és terepjárni ritkán kellett, tehát olyan autót kerestek, ami azért országúton is kényelmes, és a Ford az eredeti Broncóval 1966-ban ezt az igényt elégítette ki. Félreértést ne essék, a Bronco is egy rendes terepjáró volt, acél létrevázzal, alumínium felépítménnyel, akár ugye egy Land Rovernél, emiatt tudott egy kicsit könnyebb lenni, egy kicsit takarékosabb, és főleg ugye a kis súly az a terepezésnek is jót tesz, és ez volt az első olyan SUV, amivel már jó volt csak úgy élni is, létezni is, ne is hívjuk SUV-nek, inkább egy olyan terepjárónak, ami kényelmes az utcán. A sors fintora, hogy most már minden SUV inkább aszfaltra való, és most így 2024-ben a Bronco az az autó, ami úton hát igazából elég kellemetlen, elementerepen zseniális.
kifejezetten szeretem a G-mercit. Mercis vagyok egyfelől, másfelől a G-osztály az régi kedvencem, viszont annak az autónak az imidzsét egy kicsit lelakta a NER, meg egy kicsit lelakta a Jenner família, meg tényleg, hogy minden olyan ember G-mercivel jár, akivel nem szívesen ülnél lesörözni hétvégén. Meg oké, még mindig ott van alatta a potens technika, de sok réteg bőrbe varták, sok réteg szórakoztató elektronika van benne. Egy ilyen furcsa tudatosodás lett az az autó, de szerencsére itt a Bronco, amire mondjuk azt, hogy a férfias férfi a G-mercie, ami még mindig egy olyan őszinte cucc, hiszen hosszú kihagyás után, azt hiszem 96-ban állították le a gyártását az utolsó szériának, hosszú kihagyás után, most visszatért 2024-ben, és még mindig az, amit ígér. Mit terepjáró? A terepezés nem csak abból áll, hogy fékezgetve imitálják a differenciálművet, hanem bizony az autó az segít nagyon sok mindenben. Például van egy úgynevezett Trail Turning Assist, hogyha szűk helyre kell befordulnod, egy ESP funkcióval egyszerűen megfékezi az ív belső hátsó kereket. Tehát, hogyha kitekered a kormányt balra, akkor a bal kereket fékezi, kaparász az ABS a lábad alatt, nagyon furcsa érzés, és ezzel leszűkíti a fordulókört, és ezt itt a műszerfalon lévő gombokkal tudod aktiválni. Amúgy viszonylag kis kormánykitérésre is kapcsol, mert ez főleg akkor hasznos, hogyha ezzel az amúgy igazából nagy autóval szűk helyen el kell fordítanod. OJ egy viszonylag szűrös hátterű amerikai focista volt, aki a sportolói karrierje végén sportközvetítőként, színészként és reklámszínészként vitte tovább a bizniszt, elég jól ment neki a szekér. Itthon amúgy leginkább a Csupaszpisztoly című Leslie Nielsen filmből ismerhetitek, ott ugye Norbergöt, a kétbalkezes folyton balesetet szenvedő rendőrt alakította. Viszont az életben közel sem voltam úgy ennyire szerencsétlen, egész szép vagyonra tett szert. OJ 1985-ben házasodott össze Nicole Brown-nal, ekkor már 5 éve véget ért a profi sportolói pályafutása, ám a színészi szerepek és a reklámfelmérések miatt alapvetően elég jól megvolt. Két gyerekük született, ám a házasság mindössze 7 évig tartott. Nicole Brown 1992-ben adta be a vállókeresetet összeférhetetlenségre hivatkozva. Házasságuk alatt a rendőrség amúgy többször intézkedett OJ ellen családon belüli erőszak miatt, még olyan hangfelvételek is előkerültek, ahol Nicole a 911 diszpécserének zokog, hogy küldjön valakit, miközben a háttérben a megvadult OJ üvöltözik. A válás végbe ment, ám a gyerekek miatt a pár alkalmanként találkozott, és kifejezetten feszült volt köztük a viszony. 1994. június 13-án éjfél után nem sokkal a Brentwoodi ház udvarán bukkantak rá Ann Nicole és barátja Ron Goldman holttestére. Mindkettőjüket késölölték meg, a fejüket és a nyakukat érték készszúrások. A helyszínre érkező rendőrök találtak egy véres kesztyűt. Utána a nyomozók OJ Rockingham-i birtokára mentek, hogy értesítsék volt felesége haláláról. Ám OJ nem volt otthon, korábban Chicagóba utazott még az előző nap éjjelén, a ház mögött álló fehér Ford Broncóján, ez egy másik Ford Broncó, mint amiről az első blogból szó volt, viszont vérnyomokat találtak, és előkerült a véres kesztyű párja is, amiről a DNS vizsgálat megállapította, hogy azon bizony Nicole Brown, Ron Goldman vére van, így az első számú gyanúsított OJ Simpson lett. Badland vagy Badland, attól függ, hogy Amerika melyik táján kérdezed meg, hogy hogyan kell kiejteni. Mindegy is, ez ugye azokat a tájegységeket jelöli Észak-Amerikában, meg a világ többi részén, Európában is vannak mellesleg Badlandek, ahol a kevés eső és a szél ilyen nagyon jellegzetesen pusztítja le a talajt, és ilyen piramisok, horhosok keletkeznek. A kifejezés maga amúgy a Lakota indiánoktól származik, a Makosica, ami tényleg annyit jelent, hogy rossz föld. Végül az angolok aztán ezt vették el tükörfordításban, és a Badland honosodott meg a magyar nyelven is a földrajztudományban. Ez ugye egy kicsit mutatja azt, hogy ezt az autót mire szánják, hogy kimész és szépen fölmásszál ilyen mosógépnyi sziklákra vele. Ugye létezik belőle a Sasquatch, ami egy ilyen expedíciósabb kiadás, és van még az Everglades, ami tudjátok, ott a Miami környéki mocsarakra utal, ott szokták megtalálni a krimikben a holttesteket. Szóval, hogy az Everglades-nek annak pedig snorkelje van, meg minden egyéb, mert azt meg arra készítik föl, hogy ilyen vizes, iszapos környezetben tudjál vele jól mozogni. Rendkívül találó, és az amerikai marketing tudomány az még mindig megmutatja, hogy be tud vállalni ilyeneket, és hozzá tud nyúlni a kulturális örökségükhöz. Ez tetszik. Az a jó ebben a nagysebességű dűlóutas haladásban, hogy bár ez nem egy Raptor, a trükkös gátlóknak, meg a masszív futóművelemeknek hála igazából ezt is bírja. És ha az ember véletlen hátsókerekes módban marad,
és véletlen bekapcsolja a hátsó difizárat, akkor azért egész szépen el lehet úsztatni keresztbe, ami egy egészen más élmény. 2,2 tonna környékén. Baj csak akkor van, amikor meg kell állni, mert kaparászik az ABS és megyünk a semmibe. Titeket már rúgott tökön a ló? Na most ez itt a Bronco, az orra esni készülő Ford Mustang. Hát fenne tudja, a fordosok szeretik ezeket a lovas témákat. Szóval a Bronco, ami a spanyol vadlóra való utalás. Nem tudom, hogy egy terepjárónak mennyire indokolt, szerintem a hegyi kecske amúgy jobb lenne, de nem is ez a lényeg. Ez az autó egy hatalmas játék, de tényleg. Például az összes karosszéri elemet le tudod róla bontani, itt már ilyen előre felkészített bukócsövek vannak, szépen bepugyolálva, hogy ne koccanjanak neki dolgok, de le tudod venni ezt a hátsó panelt, a tetőpanelt, az oldalajtókat, és ellentétben mondjuk a Jeep Wrangler-rel keret nélküliek az ablakok, el tudod tüntetni az üvegfelületeket az ajtóban, és tudsz vásárolni ilyen tárolókat, amivel el tudod rakni az ajtópaneleket a csomagtartóba. Azt, hogy a tető befér-e, azt nem tudom, de az minden esetre jó, hogyha mondjuk fent hagyod a tetőt és csak az ajtókat veszed be, aztán rátör a vihar, akkor csak fölpattingatod vissza az ajtókat. Nagyon szeretném megmutatni, de sajnos nincs nálunk elég időt az autó ahhoz, hogy atomjaira szedjük, mert azért ez nem olyan, mint a Lego, tehát nem csak lepattingatod, hanem bizony dolgozni kell vele, és emiatt ugye becsúsznak ilyen igénytelennek tűnő megoldások, mint például ez a stekker, ami itt lóg a szabadba, belőle a kábelekkel, de ez nem igénytelenség, egész egyszerűen így tudod jól széthúzni ahhoz, hogy meg tud csinálni. De az autó forgalomképes maradt karosszéri elemek nélkül is. Amúgy nekem nagyon bejön ez az autó, egy eszméletlen jó játék. Hiába nem vonz az, hogy autóval kimenjek a természetbe, mert egyszerűen nem érdekel, de azt el kell ismerni, hogy egy zseniális móka. Csak hát a fogyasztás elég súlyos. Ha az ember úgy közlekedik vele, mint egy lából lőtt Priusos, akkor le tudja nyomni 10 liter környékére, de amikor már nem képezel mozgó forgalmi akadályt, akkor azért inkább 15-16-18, hogyha sietsz vele, nem is kell nagyon sietni a 20 literhez. És adja magát a kérdés, hogy miért nem tettek ebbe az autóba egy jó kis 3 literes turbodízelt, ami mondjuk az európai Rangerben benne van. Mert hát ugye ez jó részt egy európai Ranger technikáját tekintve, és hát azért, mert ezt az autót igazából sosem szentek Európának. Egyedi jármű jóváhagyással kerül forgalomba, korlátozott darabszámba, valószínűleg ennek tudható be, hogy a színeken kívül nem is nagyon tudod konfigurálgatni, tehát nem is nagyon tudsz bele extrákat rendelni, mert hogy amikor kérsz egy színt, akkor azt Amerikába legyártják, aztán valószínűleg jó nagy átfutással megérkezik hozzánk, vagy az amerikai szabadkészletekből érkezik, hogyha éppen van elérhető, ez már nem derül ki. De a lényeg, hogy ez egy amerikai autó, ahol személyautóban a dízel tulajdonképpen okafogyott, és itt meg valószínűleg egy tök jó image polírozó eszköz, de egyszerűen nem megy el belőle annyi, hogy megérje idehozni dízelmotorral. Pedig szerintem ez egy 3000-es turbodízellel igazából azzal érkezne meg tökéletesen. Természetesen van egy halom hajtásmódunk, ugye ez jelent mechanikai beavatkozásokat, például, hogy összkerék, kétkerékhajtás, felező hasonlók, meg olyan menedinamikai beállítások is, mint mondjuk a gázpedál, vagy a kipörgésgátló különböző felületek hórasára, meg sziklamászásra. Most egy sima 4H-ba neki megyünk ennek a relatív meredek emelkedőnek. Nem látok igazából semmit, de szerencsére van egy kamerám, ami előre néz helyettem is, ami egy ilyen magas géptetőnél már szerintem meglehetősen indokolt, és simán följövök megerőltetés nélkül, úgyhogy a motor nem forgott többet 1500-nél. Ez ugye a jófajta 10 sebességes váltó, meg a kamionnyi nyomatéknak az eredménye, azért 560 Nm nem viccel. Az ügyvédek elérték, hogy OJ önként feladhassa magát, holott ilyet viszonylag ritkán tehet egy kettőgyilkosság gyanúsítottja. A határidő 1994. július 17-11 óra volt, ám OJ nem jelent meg, a rendőrség kiadta az elfogadó parancsot. Nem sokkal ezután Robert Kardashian, igen, az a Kardashian ügyvéd, felolvasott egy levelet, ami hangvételében erősen hajazott egy öngyilkos búcsú levelére. Nem sokkal később egy járókelő kiszúrta OJ-t Orange megyében Cowlings bronkójának a hátsó ülésén, majd megkezdődött a 2 órás üldözés nagyjából 50-es tempóval. 20 rendőrautó és 9 helikopter követte a vánszorgó bronkot, és a fél világ azt nézte, hogy vajon mi fog történni, hogy most akkor OJ megszökik,
feladja magát, öngyilkos lesz, netán a rendőrök állítják meg és rángatják ki az autóból. Egyszerűen mind benne volt a pakliban, és az biztos, hogy az O.J. üldözés egy meghatározó momentuma lett a 90-es éveknek. Az üldözés végül amúgy a Brentwoodi háznál ért véget, itt még O.J. egy 45 percet kivárt, ült az autóban, majd sikerült rávenni a rendőröket, hogy bemehessen a házába, ott elbúcsúzott az anyukájától, megivott egy pohár narancslevet, majd feladta magát. A Bronco-ban amúgy találtak 8000 dollár KP-t, ruhát, álbajuszt és egy töltött magnumot is. Hogy mekkora jelentősége volt ennek az ügynek a 90-es években, azt jól mutatja, hogy amikor Boris Yeltsin meglátogatta Bill Clintont, még ő is ezzel a kérdéssel nyitott az amerikai ügynek, hogy szerinted ölte meg? A bírósági tárgyalás önmagában nagyjából 5 videót töltne meg, annyi érdekes, megbotránkoztató és érthetetlen részlete van, de a lényeg az, hogy O.J. ügyvédei egy az O.J. ellen felhozott bizonyítékot sem tudták hitelt érdemlően cáfolni. Ugye O.J. bronkójában, nem ebben, hanem a sajátjában, két áldozattól és O.J.-től is találtak vér, valamint DNS nyomokat. Goldman ruháján megtalálták O.J. hajszálait. A kesztyűt is találtak Goldman hajából, valamint O.J. bronkójának kárpitjából. Elővették a rendőrségi papírokat a bántalmazásokról. A helyszínen talált cipőnyomok és O.J. cipőjének a talpa, valamint a mérete is stimmelt. Viszont ezt hozzá kell tenni, az is igaz, hogy a bünteti jogász is követett el hibákat, nem viselt kesztyűt a bizonyítékok begyűjtése során, és nem gyűjtötte be a kerítésre fröccsent vérmintákat. Ki kell még emelni Furman nyomozót, aki a holttestek megtalálása után ugye O.J. házához ment, és megtaláltott a bőrkesztyűt. Őt a védők rasszizmussal vádolták, ám Furman megesküdött, hogy az elmúlt 10 évben még csak ki sem ejtette a nigger szót a száján, ám előkerült egy interjú, amit Furman egy forgatókönyvírónak adott, aki a rendőrségi munkáról készült írni, és ezért rendőröket interjúztott, és ebben a hangfelvételben az hallható, hogy több mint 41-szer mondja ki az N betűs szót, és emiatt a rendőr szavahihetősége kérdésessé vált. További kérdéseket akartak neki feltenni a bizonyítékok megtalálásával kapcsolatban, ám az alkotmány 5. kiegészítésére hivatkozva nem válaszolt. Ez az ő szavahihetőségét elég erősen aláásta, és utána O.J. védelme erre komolyan építeni tudott, mert ez már segített abban, hogy az egész ügynek nem annyira bűnügyi, mint inkább egy ilyen faji színezetet adjanak, vagyis hogy O.J.-t azért akarja a rendőrség hűvösre tenni, mert hogy fekete. Viszont a kérdés ennél lényegesen összetettebb volt. A stabilizátor rút feladata, hogy összeköti az autó jobboldali és baloldali futóművét, tehát hogyha az egyik kerék bemozdul, abból a mozgásból átvisz a túloldalra is, így stabilizál, ahogy azt a neve is mondja. Viszont ez terepen nekünk nem jó, mert csökkenti a kerekek mozgását. Ez ugye országúton hasznos, hiszen az autó kevéssé billen. Terepen viszont problémás, mert ugye akkor vagyunk jók, hogyha minél többet, minél több kerék leér, ezzel minél több hajtást tudunk átvinni. Viszont a Bronco-ban leoldható a stabrúd, és ezzel meg tudjuk azt csinálni, hogy a két kerék egymáshoz képest hát szűk 30 centi eltérést enged szintben. Ha megnézitek azt a kereket, az már tulajdonképpen eltűnt a sárvédőben, ez viszont itt hát egészen tengelycsonkig lelóg az autó síkjából kifelé, így sokkal nagyobb vonóerőt tud kifejteni, akkor is, amikor extrém szögekben áll a bódé, vagy ilyen amorf helyekre kell felkaptatni. A legsakálabb Bronco, ahogy beszéltük, az a Raptor, ami alatt az F-150 és a Ranger Raptorból ismert Fox Life rendszer van, vagyis hogy folyamatosan figyelik a kaszni állapotát, és szolenoidokkal ahhoz hangolják a gátlókat, például tudja, hogyha repül és hasonlók. Ebben az autóban nem ilyen futómű van, bár nagyon jó futómű van, ez egy úgynevezett Bilstein ESCV, azaz End Stop Control Valve, vagyis hogy a patron két végében van egy-egy rugó, ami az igazán extrém kimozgásokat hivatott kiegyenlíteni. Ez egy monotúb, vagyis egycsöves gátló, aminek megvannak az előnyei, meg a hátrányai, de terepen ez a jobb megoldás, mert ugye a gáz itt mindig a patron alján van, ezért nem tud teljesen lemozdulni a dugattyú. Ez azért hátrány, mert nem feltétlen tudod szűk helyre berakni, azonos beépítési magasság mellett kisebb lesz a telőutad, vagyis csökken a rugó út,
út. Viszont az előnye meg az, hogy mindig van olaj a csillapításhoz, tehát hogyha felrázod, nem csorog benne ide-oda az olaj, így megmarad a csillapítás, ez a twin tube, vagyis kétcsöves gátlókra, nem feltétlen igaz, ott el tud menni a csillapítás extrém használatnál. Itt viszont, hogy azonos beépítési magasság mellett is megkapják a nagy rugóutat, csináltak egy külső tartályt, ahova egész egyszerűen kivezették a gázt, így a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, mert van egy viszonylag kompakt módon beépíthető gátlónk, disznó nagy amúgy, tehát hogyha egy F-asztrához viszonyítod, akkor egy ilyen durunk, de megvan még a nagy rugóút is, mert azt a felesleges térfogatot elrakták a gátló mellé egy ilyen kis túlfolyóba. A másik fontos momentum, amit ki kell emelni a tárgyalásról, az a kesztyűpróba. Ugye, ahogy arról szó volt, találtak két bőrkesztyűt, véráztatta bőrkesztyűt, egyet ugye O.J. Rockinghami háznál, egyet pedig a Brentwoodi háznál, és azt találták ki, hogy O.J. próbálja fel ezeket a kesztyűket, mert akkor hitelt érdemlően lehet bizonyítani. Ez amúgy az O.J.-t védő ügyvédnek, Johnny Cochrannek az ötlete volt. Szóval, hogy próbálja fel a kesztyűket, mert akkor, hogyha felmegy rá a kesztyű, itt azt látjátok, hogy nem megy rá fel a kesztyű, szóval, hogyha felmegy rá a kesztyű, akkor az bizonyító erejük, és az is, hogyha nem. Viszont itt ugye bejön pár tényező. Egyfelől a kesztyűt valójában tényleg véráztatta, és utána többször a vizsgálatok miatt le is fagyasztották, tehát véletlenül változott a mérete. És amint látjátok, hogy ne szennyezze be a bizonyítékot, OJ-nek eleve egy gumikesztyűre kell felhúznia, és itt diadalitassal mutogatja, hogy nem passzol rá a kesztyű. Ezt ugye Cochran azzal kommentálta, hogy látják, ha nem passzol rá a kesztyű, akkor biztos nem ő a bűnös. Még olyan híreszteléseket is lehet hallani az ügy kapcsán, hogy ugye ízületi fájdalmai voltak a sport múltja miatt, és arra azt javasolta neki az ügyvédcsapat, hogy a kesztyűpróba előtt ne szedje be az ízületi gyógyszereit, ettől az ízületei megduzzadnak, és még kevésbé fog rá felmenni a kesztyű. Tehát, hogy a kesztyűpróbának az ügyvédek, az OJ-t védő álomcsapat nagyon nagy jelentőséget tulajdonított, de pont azért, mert szinte biztosak voltak benne, hogy ha a kesztyű valójában OJ-é is, nem fog rá felmenni, hiszen egyrészt összement, másrészt emberünknek is a keze megduzzadt. Az ügyvédekről is érdemes néhány szót ejteni, rájuk a korabeli sajtó csak mint az álomcsapat hivatkozott, ennek része volt többek közt Robert Kardashian, ő ugye jó barátja volt OJ-nek, Alan Dershowitz és hála a South Parknak mindenki Johnny Cochranre emlékszik, ugye volt egy poén a Csubakka védelemről. Becslések szerint csak OJ ügyvédi költsége 3-6 millió dollár között lehetett, és nagyrészt ezeknek az ügyvédeknek tudható be, hogy ahogy arról már szól volt, RASZ központúvá tették a tárgyalást, próbálták OJ-t a rendszer áldozataként bemutatni, ami egy kifejezetten érdekes húzás, hogyha azt nézzük, hogy egy sikeres sportolóról beszélünk, sikeres szakkommentátorról beszélünk, színészről beszélünk, akinek ráadásul egy fehér felesége volt, aki két gyereket szült neki. Tehát meglehetősen megkérdőjelezhető ez a taktika, ami végül bevált, mert OJ-t végül felmentették, ami komoly felzúdulást váltott ki. Nem sokkal korábban történt a Rodney King eset, és ugye a Los Angeles-i vezetés már így is erősen tartott egy fai villongástól. Lehet, hogy ennek is köze volt a megengedő ítélethez. Három esküdtem úgy kiadott egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Madame Foreman, amelyben leírták, hogy a rendőrség által elkövetett hibák nagyban befolyásolták a döntést, és még azt is hozzátették, hogy szerintük a fekete bőrszínű ügyész, Darden, csupán jelképes okokból képviselte a vádat. Nyilvánvalóan nem a gyors terepezés ennek az autónak az asztala, arra a Raptor van. Amikor így az ember elkezd vele szépen mászni összkerékben, akár felezővel, akár akármi, akkor jön ki, hogy igazából mire való ez a fajta bronkó. Mert persze most próbáltunk vele egy picit így ugratni, finoman elemelkedni, megoldja. Olyan érzés, mint amikor egy terepbiciklinek jól beállítják a gátlóit, és olyan varázsszőnyegszerűen letesz. De nyilván ez az, amire igazából a Raptor való. Amúgy felező, nyilván összkerékhajtás, difizár elől hátul, a leoldható stabrúd, a sarokfék tényleg, hogy az ember sarkon tud vele fordulni, mind olyan dolog, ami ehhez az igazi hardcore off-roadozáshoz kell, és ezt remekül tudja. Most viszont van egy olyan
Két probléma van ezzel a terepezés dologgal a Bronco-ban. Az egyik, hogy 32 millió forint. Magyarországon nem valószínű, hogy ezzel az autóval terepezni fognak. Én sajnos már előre látom, hogy az amúgy zseniális dizájn miatt egy divattárgy lesz. Másrészt ezt Amerikára méretezték. Tehát bárhol körbe autózod egy Jimny-vel, egy Samurájjal, pusztán csak azért, mert az elfér. Ez meg nem. És erről nem az autó tehet, hanem egész egyszerűen más igényekre szabták, más, egy egész egyszerűen egy nagyobb országra tervezték. Nyilván én nem vagyok terepjárós, azt a videó elején is mondtam, hogy engem nem vonza az, hogy autóval kimenjek a természetbe, amit én most itt látok, ahova föl tud menni, amit meg tud mászni, amekkora árkokat át tud lépni, az nagyon-nagyon impresszív, de biztos vagyok benne, hogy egy rendes offroados, egy rendes ezres, elsőkerekes esztergomi Swift-tel mindenhol elmenne, ahol én ezzel az autóval elmentem. De ez nem volna abból, hogy a hardware zseniális. Más kérdés, hogy szükség van-e ilyen hardware-re. Összességében tényleg ott tartanak a jóléti társadalmak, hogy ahova elérdemes menni, oda út vezet. A nem jóléti társadalmakba, ahova meg mondjuk indokolt lenne, mert nincsenek még olyan jó utak, ott meg nem fognak 32 millió forintért bronkókat vásárolni. Ez nyilván azoknak az embereknek szól, akiket szórakoztat ez a triálos dolog. Szórakoztat az, hogy nyakig megy a sárban, szórakoztat az, hogy bizony csörlőzni kell és hasonlók, mert van neki csörlős változat, a homologizálva van az elejébe, úgyhogy bent van a lökhárítóba, tényleg. Szóval, hogy ez azoknak való, akik azért mennek terepre, mert szeretnek elakadni, meg szeretnek 4,5 óra alatt 20 métert megtenni. Jó pofa amúgy a beltér, vannak ilyen kis nagyon amerikai gegek, például itt van egy zászló, ugye Stars and Stripes, aztán Goat Modes, ami nem greatest of all time, meg nem is kecske, hanem goes over all terrain, ami szerintem egy tök jó pofa geg, ez gumírozott, minden gumírozott azért, hogy slaggal mosható legyen, bár szerintem ezt azért már nem kéne slaggal mosni, de hát ez majd hamarosan ki fog derülni. Középen vannak az ablakemelő kapcsolók, egyszerű dolgod van, amikor ugye nincs fenn az ajtó, mi egyéb. Nagyon tetszik, hogy itt például a trip computernek, hogyha komolyan veszed az offroadozást, akkor beraktak egy C-s és hagyományos USB-s csatlakozót, szintén cseppmentesen záródik. De azért vannak itt gondok, és most nem az kicsit smirglis amerikai, illetve hát mexikói összeszerelésre gondolok, hanem arra, hogy nézzétek, szeretném meghallgatni a Dragon Force-os Through the Fire and Flames-et, ami az egyik legjobb power metal szám. Be van hangosítva. De? Nyomom a play gombot, nem jön a zene. Nyomom a play gombot, nem jön a zene. Eleve valami régebbi szoftververzió lehet rajta, tehát egy régebbi szink lehet rajta, és az sem működik különösebben jól, tehát például 10-ből 7-szer működik csak az Apple CarPlay, van, hogy egész egyszerűen nem adja be az opciót. Aztán van, hogy itt van a gomb, rányomsz, és nem jelenik meg az Apple CarPlay, meg van, hogy itt van előtted az Apple CarPlay, de a funkciói nem mennek. Ugyanaz igaz a menetbiztonsági elektronikákra. A követőradar tök jó, de mondjuk a sávtartó már nagyon nem az igazi, tehát ennél ez most már lényegesen jobb megoldások léteznek erre. És ez egy kicsit úgy rányomja a bélyegét a használatra, mert nyilván Amerikában ez egy relatív olcsó autó, ott még azt mondják, hogy na bum, ha valaki nagyon pengét akar, akkor megveszi az F-150-ből a nagyon luxus változatot, ez ahhoz képest egy olcsó jármű. De tényleg, hogy ilyen egészen egyszerű dolgok, amik valószínűleg egy szoftver frissítéssel megoldhatóak lennének, miért nem működnek, azért az idegesítő. Aztán van indukciós töltésünk, ami tölti a telefon szépen, nem engedi elmozdulni, csak közben a telefon átolvad a kardán alagúton, mert annyira melegíti. Más autóban azért ilyet se tapasztaltam. Kényelmes. Jó benne létezni, jó pofa ez a majdnem sík üveg, jól kilátsz belőle, a nagy tükrökkel állom tolatni, csak tényleg ezek a kis ergonómiai apróságok, meg szoftveres problémák azért úgy számot váltani enged? Egy jó blues bravass számot? Na tessék, most nem tudom Rolandot kiművelni underground magyar hip-hopból. Mit nem hallgatunk ma még? Szabaton? Szabatont sem hallgatunk. Hendrix? Azért egy amerikai autóba szóljon már Hendrix! Nem szól. Ez azért több mint frusztráló, és akkor még vannak ilyen apróságok is, hogy amikor berakod rükvercbe, és bejön a tolatókamera, akkor csinál egy olyat a zene lejátszó, már amikor hajlandó működni, mint tudjátok régen, amikor elakadt a vinamp, hogy így na, azt is tudja, és sokszor lefagy a tolatókamera, ami tök értetetlen, hogy fordulhat elő 2024-ben, azért ezen már egy kicsit túl van az autóipar. Ezek olyan dolgok, amik elképzelt, hogy egy software update-tel meggyógyulnak, vagy nem, mert lehet, hogy egész egyszerűen régi a hardware az autó alatt.
terepjáró, nem Apple CarPlay-ezni kell, hanem terepezni. Na de mi történt a hírhedt Broncóval? Cowlings még a tárgyalás megkezdése előtt el akarta adni az autót, és érkezett is rá egy ajánlata a Starifex nevű cégtől, ugye Artifact, kegytárgy, Starifex, sztárokhoz kötődő kegytárgyak. 75 000 dollárt kínáltak érte, ami hát többszöröse volt az akkori piaci értékének az autónak, és a Starifexnek az volt a célja az autóval, hogy egy Graveline Tours nevű cégnek adja tovább. Ez egy olyan cég, amely híres hollywoodi sírhelyekhez viszel embereket. És az volt a tervük az eredeti üldözésben résztvevő Broncóval, hogy végigjárják az üldözés útvonalát a fizető kliensekkel a hátsó ülésen, majd pedig megállnak Nicole Brown sírjánál. Ez egyszerre elképesztően morbid és a legamerikai dolog, amit valaha hallottam. Na most Simpson egyik ügyvédje itt közbelépett, mert ugye még el sem kezdődött a per, és nem szerették volna azt sugallni a nyilvánosság felé, hogy Simpson lehetett a gyilkos. Ezért az ügyvéd és még két barátja összedobott 75 000 dollárt Collingsnek, és megvették az autót, majd leállították egy apartman mély garázsába. Néha megjáratták, cseréltek benne akkumulátort, tehát úgy vigyáztak az állagára, de az üldözés követő években mindössze 20 mérföld ment az autóba. 2012-ben aztán a Luxor nevű Vegas-i kaszinó akarta megvenni, hogy egy sport emléktárgy kiállításon kiállíthassa, és majdnem nyilvbe is ütötték a bizniszt, csak ahhoz, hogy az autót bevigyék a Luxor épületébe, szét kellett volna szerelni, amibe az akkori tulajdonosok egyszerűen nem mentek bele. Néhány kitérő után, amúgy még szerepelt a Discovery egyik raktárvadászok adásában is, de néhány kitérő után egy Tennessee bűnügyi múzeumban parkol, Ted Bundy Volkswagen bogara mellett. Meg, ha jól látom, az az autót Bonnie és Clyde menekülő autója. És az ügyvéd, aki megakadályozta az eladást, valamint aztán nyilvbe ütötte a bizniszt, nem tudott teljesen szabadulni a Broncótól, ezért leszívta belőle a benzint, mindkét tárgy, amit az üldözésnél használtak, leszerelte a kerekeket, az eredeti kerekeket, és az autó összes regisztrációs papírját magánál tartotta. Nem lennék meglepődve, hogyha ezekért valaki egyszer nagyon sok pénzt fizetne. És az utolsó érdekes mellékzöngéje az ügynek, hogy amikor 2020-ban bemutatták az új Ford Broncót, a premier napját július 9-ére tették. Július 9-e, O.J. Simpson születésnapja. Na most nem sokkal később a Ford kiadott egy nyilatkozatot, Mark Truby, a vállalat kommunikációs vezetője. Nem sokkal utána kiadtak egy nyilatkozatot Twitteren is többek közt, ami azt írja, hogy ez egy véletlen egybeesés, és semmiféle szándékoltság nincs benne. Elhisszük, vagy nem. És a premier dátumát átmozgatták 13-ára, valamint hamut szórtak a fejükre, hogy hát ilyen érzékeny ügyben ők nem szeretnének senkinek a lelkébe gázolni. Ami hát egyfelől képmutató, másfelől meg mégiscsak egy kettőgyilkosságról van szó, ha OJ volt a tettes, ha nem. De a lényeg, hogy azért kevés autós üldözésnek volt akkora marketing értéke a történelem során, mint amikor 95 millió ember két órán keresztül nézte a fehér Ford Broncót. Ugye, valószínűleg a Ford nem ilyen reklámot akart, de aztán valaki a marketing osztályon mégis úgy döntötte, hogy jó gondolat lehet ezt meglovagolni. Országúton a Bronco egy öntökön szúrás, mert hát, hogy is mondjam, a merev tengely még mindig nem barátja a kényelmes közlekedésnek, bár lehet sokan amúgy ezt szeretik benne, hogy olyan férfias, hogy amikor átmész a legkisebb úthibán, úgy döng, mintha egy bádogvödörben ülnél, amit Maradona rúgdos. De nem tudom, értem, hogy ettől miért érzi magát valaki férfiasabbnak, én csak szimplán rosszul érzem magam tőle. Ezzel az autóval országúton járni nem jó. És már csak azért sem jó, mert mivel a karosszéria 25 elemből van összerakva, mint egy Lego autó, rengeteg az illesztési hézag, és nagyjából már ilyen 60 km/h idegesítő szélzaj van az autóban. Súg. Nagyon. Biztos vagyok benne, hogy sokan azért fogják venni, mint a G-Merci-t, amúgy a G-Merci is ilyen, csak talán egy fokkal kevésbé fáj benne a napi létezés, mert van benne még egy réteg bőr, meg még egy réteg hangszigetelés, az ebben nincs. Szóval sokan ezért fogják megvenni, mert olyan iszonyatosan férfias vele mindent csinálni. Az ajtaja úgy csukódik, mint a budi ajtó, a hátsó merev tengely, döng, zsúknak a hatalmas gumik, arról nem beszélve, hogyha egy egész picit, ha egy mikronnyi víz már van az aszfalton és beleállsz a fékbe,
úgy mész tovább, hát inkább sidekick, mert úgy még kevésbé fog fájni a csattanás. Egész egyszerűen ezekkel a gumikkal nem lehet érdemit lassítani, párás úton sem. Szóval ez egy terepjáró, el kell fogadni, terepjárásra van, és akkor nem a terepjárást csinálod vele, az úgy nem nagyon jó. Oké, rendes hangrendszer van benne, hatalmas középső kijelzője van, mit tudom én, de tényleg az vele a gond, hogy minden, amitől jó terepen, tehát a gumik, a futómű, az alváz, a dobozforma, stb. Láthatom mind rossz országúton. És lehet, hogy én látom rosszul a világot, de amikor kiadok egy autóért 32 millió forintot, abban ne legyenek olyan szakaszok, hogy rosszul érzem magam, vagy ha kiadom azt a 32 millió forintot, akkor igazából már vehetek mellé egy Focust, vagy egy, az már nem, Mondeót, nyilván az sem. Ilyen Ford van most, ami országútra van. Kuga. Vehetek mellé egy Pumát, vehetek mellé egy Pumát 10-ért, amivel jó országúton közlekedni, ez meg a tökéletes játékterepre. Szóval tényleg, ha terepezni akarsz, garantáltan ott van a top 3-ban. Ellenben utcai autónak, ezzel a szélzajjal, ezzel a futóművel, ezzel a fogyasztással, hát tudod, nem is az zavarna, hogy sokat fogyaszt. Mert sok autó van, ami sokat fogyaszt. De mondjuk tegyük fel, hogy 17-18 literre járok, 80 literes a tankja, és hogy így 450 kilométerenként el kell mennem tankolni, már ez bosszantana, hogy állandóan a benzinkútra járok. Szóval, nem tudom. Egy tökéletes játék, autónak meg hát erősen kompromisszumos.